Tábla jelzi a Nagygombosi Majorság bejáratánál, hogy tilos a behajtás a területre. A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal továbbá arra is kötelezte az önkormányzatot, hogy táblával figyelmeztessen a baleset veszélyes épületek közelében. Ugyanis, mint mondják, akár törmelék darabok is úlhatnak a tetőkről és a falakról. A veszélyes területeket elkerítik, a Majorság kerítésének egy részét pedig javítják. Az önkormányzat a teljes mértékű forgalomkorlátozást, azt indokolatlannak tartja, ezért kérelemmel fordultunk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz azért, hogy súlykorlátozással tiltsa meg ezt a behajtást. Kértük a 3,5 tonna súlykorlátozásnak a bevezetését a teljes forgalomkizárás helyett. Tehát itt szó nincs arról, hogy az önkormányzat bármiféle eszközökkel próbálná ellehetetleníteni az ott lakóknak az életvitelét. Szikszai Márta hozzátette, hogy az önkormányzat a kötelezettségének tette eleget, amikor elhelyezte a táblát. Amennyiben ezt elmulasztják, akár több millió forint bírságra is számíthatnak. A döntéssel kapcsolatban kerestük az örökségvédelmi hivatal illetékesét is. Az ügyel kapcsolatban nem kívántak nyilatkozni, annyit azonban elmondtak, hogy döntésüket az ott lakók biztonsága érdekében hozták meg. Egy korábbi szakértői vélemény szerint baleset veszélyes a majorság. Mindent megtesz az önkormányzat annak érdekében, hogy a még ott élőknek a legoptimálisabb megoldást nyújtsa. Megemelt hiteleket és lelépési díjat vehetnek igénybe. Bennünket szidnak, holott mi egy cipőbe evezünk, ezt mindig nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy mi együtt érzünk a lakókkal, próbálunk a részükre lehetőleg minden kedvezményt megadni az első lépésben 30 millió forintos költségkeretet szabtunk arra, vagy szavaztunk meg arra, hogy a lakásokat részükre felújítsuk a városban, ahová jöhetnek be, és hál' Istennek folyamatosan jöttek. Eddig kilenc család döntött a költözés mellett, és fogadta el a felújított lakást. Többen a lelépési díjat kérték, és további kilenc család van, akik a végsőkig kitartanak a majorság mellett. Paulheim Károlyné azt mondja, több mint 90 lakás közül választhatott, amikor költözött. Nagy gombosi az egy szobás volt, mondjuk fürdőszoba volt ott is, de ez viszont két szobás. Ez nagyobb, jobban elfér gyerekek, ha jönnek, akkor külön tudom őket tenni. Így ez teljesen más. Hozzátette, nem érti azok dilemmáját, akik halani sem akarnak a felkínált lehetőségről. Én nem tudom meg. Nem, nem tudom megmagyarázni, hogy miért nem akarja jobbat. Mert nem jobb odakint. Renáta egy hónapja párjával és három éves kislányával költözött be az új lakásba. Azt mondja, nagyon kedvező helyen van az új otthonuk, hiszen óvoda és bolt is van a közelben. Nagyon jó érezzük magunkat, biztonságos udvar, a lányom imádja, szóval nagyon jó minden, örülünk neki. Nem kell buszozni, hogy, hogy akármiért be kell jönni, ugye úgy autunk sincs, elég nehéz volt a bejárás, de így, így nagyon megfelel én ugye tőzsgyökeres gombosi voltam. Én szerettem ott lakni, de tényleg azért, azért itt sokkal másabb Azért jobb, jobb, persze, hogy jobb. A városgazdálkodási ZRT munkatársai folyamatosan egyeztettek a nagy gombosiakkal, és ezzel párhuzamosan újították fel számukra a lakásokat. Aki kérte, annak még autót is biztosítottak a költözéshez. Van még egy jó pár család, aki nem is volt hajlandó tárgyalni az ERT megbízottaival, illetve nem tudtak a felajánlott lakások közül választani. Természetesen, ha ezek után történik a választás, illetve hát most már azért szűkült a a kör, amiből választani lehet, akkor őnek is fel lesz újítva ezek a lakások, és akkor is felújított lakásba költözhetnek be itt 60-ba. Az örökségvédelmi hivatal arra is kötelezte a várost, hogy egy új statikai szakvéleményt készítsen, és ez alapján születik meg majd a végső döntés. A szakértő már dolgozik, amennyiben kimondja az életveszélyt, akkor azonnal ki kell üríteni az épületet. A 60-i rendőrkapitányság úgy tájékoztatta a szerkesztőségünket, hogy aki a majorság területén lévő forgalomkorlátozó táblát figyelmen kívül hagyja, az közigazgatás hatási bírságra számíthat.